Az Atlantis kaland egy egyszemélyes logikai játék, amelyben ki kell jutnunk a süllyedő Atlantisról, és innen a toronyszobából lépcső segítségével el kell jutnunk a kikötőbe. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt, és egy külön dobozban utazóbarát kiszerelésben magát a játékot. A játék tartalmaz egy feladványfüzetet, illetve számos játékelemet, lépcsőkkel és egy játéktáblával. Mindig ez lesz a kijutási pont, tehát itt kell távoznunk, és mindig ebből a toronyszobából kell lejutnunk. Gyakorlatilag a lépcső segítségével sokat tudunk haladni, de innen tovább lejutni egy emelettel lejjebb nem lehet, csak úgy, tehát erről a pontról kell, hogy legyen valamilyen lépcső, amin tovább haladhatunk, például így, tehát azonos szinten mozoghatunk, alacsonyabb szintre csak lépcső segítségével juthatunk, illetve vannak azért olyan átjárók, tehát hogy például ez az elem itt, innen mondjuk erre a szintre tovább lehet menni, mert ott van átjáró. A feladványban tehát mindig szerepel ez a torony, például ez az első feladvány, és ezt ide helyezem. És azt is mondhatja a feladvány, hogy milyen játékelemre lesz szükség a megoldáshoz, tehát a lila lépcsős, illetve a sárga lépcsős elemekre lesz szükség, hogy innen ebből a toronyszobából lejussunk a kikötőbe. Nézzük meg, hogy ezt hogy lehet megoldani. Tehát mondjuk azt megtehetjük, hogy innen elindulunk, és most már itt tartunk ezen a lépcsőn, tehát kijöttünk a toronyszobából, lejöttünk ezen a lépcsőn, és lejöttünk itt is. Ide ezt berakhatom, itt van egy ilyen alagút, egy átjáró, tehát bár használható magasabb szintű járdaként is, de itt a lépcsőn leérve, tehát át tud menni, és ezen a szinten járva le tudunk jutni. Nézzük meg a megoldást. A megoldás a szabályfüzet és a feladványfüzet hátuljában található, és be is van rajzolva egy ilyen szaggatott vonalban, hogy mi lenne az az útvonal, amin ki tud jutni. Úgy tűnik, hogy ez a megoldás így helyes. A zöld legkönnyebb feladványból van 12 darab. Nézzük meg a sárga feladványok közül, ez a következő nehézségi szint, abból a 13-as, tehát abból a legkönnyebbet. Pont erre a két elemre lesz szükség megint, de most ez a torony, ez itt lesz, így. És nézzük meg, hogy innen hogy lehet majd kijutni. Ugye eléggé adja magát, hogy erről a pontról kell valahogy lejáratot biztosítani. Például lehetne így, vagy így, vagy így, de az is biztos, hogy valahogy meg hát fel kell jutni oda is. Tehát lehet, hogy az lesz a logikusabb, hogyha innen nézem, és mondjuk nem, ez itt sehogyan sem lesz jó, vagy várjunk, csak így, talán így. Mert azt mondja, hogy, nem tudom mennyire látszik, kicsit megdöntöm, hogy látszódjon fölülről, hogy innen, hogyha elindulok, lejutok ide, itt a sárga lépcsőn lejutok erre a részre, és itt ki tudok menni, tehát nem feltétlenül kell minden lépcsőt használni. Ebből a sárga feladványból is van 12 darab, a következő nehézségi szint a piros, ebből is van 12 darab, és a lila, illetve a legnehezebb kék nehézségi szintből is van 12 darab, így tehát 60 feladvány van összesen, és a végén pedig megtalálható a megoldások is. Nem mutatom meg, hogy melyik feladványhoz tartozik ez a megoldás, viszont elképzelhető lesz, hogy szükség lesz arra, hogy bizonyos elemeket egymásra helyezzünk, és ez a megoldásnak a része. Itt például, tehát ebből a toronyból le tud jutni ezen a kék lépcsőn, és csak úgy lehet megoldani a feladványt, hogy ezt a zöld elemet ráhelyezem másik elemre, és úgy jut le a zöld lépcsőn, és végül ki a kikötőbe. Tehát
könnyen elképzelhető, hogy bizonyos elemeket egymásra kell majd pakolni, és nem mindig erre a földszintre. Az elpakolása is igen könnyű a játéknak, mert minden elem a tornyon kívül két emelet magas, ezeket rendesen be lehet helyezni, és csak ezt kell elfektetni, hogy így ő is kettő emelet magas legyen, és végül könnyedén el lehet csukni ezt a dobozt, így gyakorlatilag elég kis helyen elfér és biztonsággal szállítható, tehát remek utazójáték az Atlantis kaland.